Készül az új frizura ebben az üzletben. A fodrászok maradhatnak a jövőben is katások. Ők főállású egyéni vállalkozóként magánszemélyeknek szolgáltatnak, így a továbbiakban is havi 50 ezer forint megfizetésével tudják adókötelezettségüket leróni. Mások viszont kiesnek ebből a körből. Az egyéni vállalkozóknak két adózási formát ajánlott 35 percig műsorunkban Kovanc József adószakértő. Két adózási formával találkozunk. Az egyik az úgynevezett klasszikus SZIA szerinti adózás, gyűjtik a bevételeket, vele szembe állítják a költségeket, és a kettő különbség után leadózzák a személyi jövedelemadó szabálynak megfelelően. Aztán van egy másik forma, ezt pedig általányadózásnak hívják. Ez nem új keletű, ez már nagyon régóta megvan, csak valahogy a kata az háttérbe szorította. Valami oknál fogva azt mondták, hogy aki katázik, az mégis egyszerűbb, egy könnyebb nyilvántartást kell vezetnie, megfizeti az 50 ezer forintos általányadót, és akkor letudott ezzel mindent. És így az általányadó ennek megfelelően háttérbe szorult. Ő nekik általányadózást is lehet választani. És itt kezdődik majd az első nagyon fontos lépés, hogy az általányadózásnál milyen formát válasszunk. Hogy ezen belül vizsgálni kell a tevékenység jellegét, így ennek megfelelően lehet majd az úgynevezett hagyományos általányadózás, ebben az esetben 40%-a a bevételnek automatikusan költség. Nem kell számlát csinálni. Nem kell, semmilyen számlát nem kell, és van egy adómentességi határ, ez 1 millió 200 ezer forint. Ez az 1 millió 200 ezer forintos adómentességi határ, ez a minimál bér, az éves minimálbérnek a fele, ezt le lehet majd vonni a kapott jövedelemből, és csak az ezután fennmaradó rész után kell személyi jövedelemadót fizetni. Aztán van egy másik kategória, 80%-a bevételnek költség, és vannak a kereskedők, akiknek a 90%-a lesz majd költség, és ennek megfelelően 10% után fognak adózni. Nem csak egyéni vállalkozók, hanem társas vállalkozók is választhatták eddig a katát. Szeptembertől már nekik is másképp kell adózni. Aki betéti társaságként katázott, és még ráadásul bevételi nyilvántartást vezetett, annak ez a, hogy is mondjam, nyilvántartás augusztus 31-ével megszűnik. Ő vissza fog kerülni a számviteli törvény hatálya alá. Sajnos itt könyvvizsgáló kell majd, és könyvvizsgálónak kell a visszatérést auditálni. Tehát nekik lesz egy plusz teher. Szeptember 1-jel nekik mindenféleképpen döntést kell hozni, hogy akkor a jövőben hogyan adóznak. Én itt két adózási móddal találkozunk, vagy két adózási módot tudok a figyelmükbe ajánlani. Az egyik a társasági adó, az egy nagyon kedvező 9%-os egyszámjegyű adóról van szó. A bevétel költség különbsége az a jövedelem, és ennek a 9%-át kell majd befizetnie társasági adó címén. De van egy másik adó, amit felszeretnék mindenkinek hívni a figyelmébe, ez a KIVA, ez a kisvállalati adó. Ez a KIVA, amely 16% volt, majd 15, és ebben az évben már ez lement 10%-ra. Tehát vagy társasági adósok lesznek, vagy pedig kivások. Fontos tudni, hogy a változás nem automatikus, azt a vállalkozásoknak a könyvelőkön keresztül jelezni kell az adóhatóság felé. Augusztus 31-ig viszont minden érintett még a kataszabályai szerint adózhat.